Szent Flórián a tűzoltók védőszentje. Letenyén a legrégebbi eredetű köztéri alkotás a Flórián szobor. Alig akad olyan magyar helység, amelynek templomában, valamely házán vagy útja mentén meg ne találhatnánk Szent Flórián ábrázolását. A 17. században terjedt el a szent katonaruhában való megjelenítése égő házzal, melyre Dézsából vizet önt. A tűz elleni patronus Felső-Ausztriában 250 körül született. A római légió századosa lett. Már veterán katona volt, amikor értesült, hogy Diokléciánus császár keresztény üldözése során elfogtak 40 keresztényt. Útra kelt, hogy segítségükre legyen. Krisztus hite miatt őt is letartóztatták és elítélték. Malomkövet kötöttek a nyakába, és az Enns folyóba folytották 304-ben a mai Ausztria területén. Kezdetben árvíz ellen fordultak hozzá, csak a 15. század végén lett tűzpatrónus, ugyanis azt tartották róla, hogy imájával ő maga is tüzet oltott. Valamint a tűzoltók tevékenységéhez pedig elengedhetetlen a víz, az ő vértanúságának eszköze. Letenyén a település nagy részét elpusztító tűz emlékére állították 1756-ban a Szent Flórián szobrot. Ennek helyét a mai Furgyán téren kereszt jelzi az első, 1784-ben közzétett II. József féle katonai térképen. Volt idő, amikor harangláb is állt itt. 1887 márciusában tűzvész, majd földrengés pusztított Letenyén. A katasztrófák hatására, illetve Laskovics Ferenc esperes plébános kezdeményezésére és 2 éves fáradhatatlan munkájának köszönhetően alakult meg a Letenyei Önkéntes Tűzoltó Egylet, 17 alapító, 45 pártoló és 52 működő taggal. Létrejöttéről az akkori újságok is beszámoltak. Az egyesületi tisztikar tagjai: elnök Laskovics Ferenc esperes plébános, alelnök Tamás Ádám, főparancsnok Aradi Lajos, Sindeler József alparancsnok, Fóli Bernát pénztárnok és Békési Rezső jegyző voltak. A hivatásos és önkéntes tűzoltók ma is sokat tesznek Letenyéért. Feladatvégzésük napjainkban is kihívásokkal teli, veszélyes szolgálat, melynek tengelyében az emberiesség, a másokért való cselekvés és a bátorság Szent Flóriáni hármas eszméje áll. Flórián napját, május 4-ét a tűzoltók ma is patronusuk személye előtti főhajtással tartják nyilván.